Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, ez a felvidéki magyar sportcsatorna, és két felvidéki magyar srác belőtte a séróját, mondtam, hogy zselézzék be a hajukat viccesen, minden élőben van. Hát Kassán kapcsoljuk a komáromi, azt mondom, majdnem hősöket, mert tulajdonképpen 10 másodpercen múlott az, hogy egy napig vezettétek a második liga tabelláját. Hát menjünk vissza először még a holnapi kupameccs előtt, a két legutóbbi bajnokira, mert ugye az két héttel ezelőtti bajnokin a Pastorek Józsi az utolsó másodpercben egyenlített, azzal mentett pontot. Egy héttel később még az utolsó másodpercben kaptatok egy gólt, azzal vesztettétek el a biztosnak tűnő 2 pontot. Van ennek lélektana a két hajrát, ha vesszük figyelembe, ugye Pastorek Józsi gólja is a ráadásban esett, és most is a Slovan B gólja. Gyakoroltátok ezt, vagy ezt lehet gyakorolni? Mit mondott a Radványi Miki? Gondolom először örült, most meg nem. Természetesen az olyan, ezt gyakorolni szerintem nem lehet, ez csak ez a foci, ez foci azért szép, mert vannak ilyen momentumok, sajnos egyszer nekünk kedvez, máskor ellenünk, de azt szokják mondani, hogy a foci igazságos, úgyhogy szerintem a Puha ellen megérdemeltük azt a gólt, az X-et mindenképpen. Most a Slovan az meg, nem tudom, lehet, hogy ők jobban akarták azt a egyenlítő gólt, mint a második gólt, és akkor a foci azt visszaadja szerencsével, kapus góllal, ezt ilyet csak tényleg mesékben láttam eddig. Igen, ha már ennél a momentumnál vagyunk, még egy kérdés, ugye volt ott előtt egy szituáció, talán 11-est reklamáltak, de tedd a szívedre a kezed, ott a labdát lőtted el, ugye? Tehát, nem találtam el lábát, biztos, hogy kapura rúgott, én előtte akartam blokkolni, nem rúgtam meg. Na jó, rendben, más nem is lehet mondani, de az ismétlésen is így tűnt. Igen, az ismétlésen is így tűnt. Na de ugye volt ott előtte egy csodálatos momentum, Zuriár Csöpi is megdicsérte a volt játékosát, de hogy kár, hogy Kazincz Barcikán nem rúgott ilyen gólokat, legalábbis ilyen szépet. Tudatos volt, mert úgy láttam, hogy levetted, igazítottál egyet, és megijesztetted a pókokat, illetve agyonlőtted ott. Majdnem káromkodtam is miattad a élő közvetítésben, mert annyira jó, annyira szép gól volt, hogy láttad ezt? Tudatosnak tűnt? Hát, tudatos volt. Az, hogy pont oda, ott úgy ment a labda, az is szerencsémül múlik, mert nem rúg mindenki minden nap ilyen gólt, és hát most szerencse velem volt. Tudatos volt, bal lábbal tudok rúgni, szóval itt-ott bemegy az ilyen távoli lövés is. Akkor nem csuktad be a szemet, hanem megnézted, hogy a léc alá, hogy kell. Nem. Hát sokszor rúgom a kaput messzire, aztán összes nem mehet mellé, vagy a kapus kezébe, szóval... Igen, ha már azt mondtad, hogy sokszor, inkább ilyen beíveléseknél, ilyen pontrúgások mesterei vagytok, ugye, ezt többször is említem. Voltak is ott olyan jól begyakorolt figurák, nem mindig jön ki minden, de azért nem gyakori, hogy meccs közben így narttal tüzelsz, meg inkább állított labdából, tehát. Vagy ezt edzésen gyakorolod? Ezt hozta a meccs, most más meccs is volt, mert egyel följebb játszottam ugye csatár alatt, és hát ott ugye közelebb vagyok a kapuhoz, szóval ennyivel egyszerűbb volt, hogy közelebb voltam a kapuhoz, szóval volt esélyem rá. Ismerd azt a mondást, amikor nem tudod, mit csinálni a labdával, akkor hát, gólt nem kell megmagyarázni. Egyébként a Laci-tól szerettem volna megkérdezni, hogy ugye nyugtasd meg itt a közvéleményt, mert ugye azt mondtad a múltkor, hogy a Csallókizi Dzsudzsák az azért túlzás. Most visszavonom. De nagyon jó. Te tanítottad a Tomikát ugye az edzésén. Nagyon jó ballába a centerek is, ahogy mondta te is, azok az a szögletek, szabadrúgások, sok hasznunk van belőle, úgyhogy... Jó. Majd meg kell gólt fejelni bele. A Dzsuzsák az illő lesz. Hát igen, ugye azért megemlítettem, hogy azért a Bénes Lacika, a Meggyes Józsi, a Motyó, és mondjuk még a Skukálek Igor, még esetleg más ballábast
is oda sorolhatnék, de a Tomi a top 5-be benne van a csaló közben, biztos. Az biztos. A bal lábával. Na de viszont visszatérve a meccsre, ugye mondtad, hogy csatár mögött játszottál, talán majdnem csatárt is, azt lehet mondani, viszont a második fél időben meg védőt. Ez tudatos volt? Védekezőt, ugye becseréltük a támadókat, vagyis egy támadó sorba cserét. Az edzőnk szóval egyen visszatolt a helyemre, aztán úgy nem volt szokatlan az a pozíció, úgyhogy úgy játszottuk azt a második vagy fél időt, vagy fél órát a végében. Egyébként, ha ilyen kulisszatitkot elárulok, hogy én is szoktam hibázni, nem csak a Szőcs Laci a védelemben, igaz, hogy ritkán. Öt évben egyszer, de én is öt évben egyszer szoktam tévedni vagy hibázni, mert lekommentáltam a másik meccset itt csak monitorról, ugye, mert onnan közvetítem ezt a stúdióból, és hát elfelejtettem lenyomni a rekord gombot, úgyhogy a második fél időt hiába közvetítettem le. Úgyhogy most még egyszer már nem volt kedvem, mert botrányosan rossz meccs volt egyébként, főleg a végjáték, de ott elárulom, hogy ott mondtam egy ilyen dolgot, hogy lehet, hogy a Radványi Mikinek az volt a szándéka ezzel, hogy te onnan mélységből ugye hosszú labdákkal keresed a Miami-t. Túl gondoltam, hogy volt ilyen taktikai, Tomit kérdezem, hogy volt ilyen taktikai utasítás, vagy ez ösztönös? Nem, hát ott már 0-1-nél idegenben ott már próbálunk ugye a védekezésből, vagyis hogy a hogy mondjam. Biztos védekezésből kontrázni. Hát így. Ugye nem akarunk nyílt focit játszani, ha már vezetünk. De hát úgy ilyen taktikai megfontolásból nem volt. Akkor túl gondoltam, mert azt hittem, hogy értek a focihoz, és Radványi, amit gondolt, azt úgy próbáltam kielemezni. Nekik ki kellett nyitni, és hát próbáltunk ugye így ellentámadásokból mögéjük kerülni, csak sajnos másik fél időben nem jöttek össze ezek a ellentámadások. Akkor a rutinos Lacit kérdezem meg, nem azt mondom, hogy a keresztapátok a pályán, de 0-1-nél nem korai így játszani. Ezt a csapatot be kellett volna döngölni 3-0-val. Utána lehetett volna ezt játszani, ezt a Mikinek is üzenem. 0-1-nél nem veszélyes ezt játszani? Megmondom. Úgy érzem, hogy ahogy mindki állítottuk a meccset, nem hiszem, hogy olyan sok közük lett volna hozzájuk, csak ott a utolsó perceket, ahogy vezetünk, és a ráadásban még volt egy ilyen felhívált labdánk is, amit szerintem ottan jobban meg kellett volna oldanunk, ott lejátszani ő 16-osuknál a meccset, és akkor végan behozzuk, és elsők is látunk, ahogy te is mondtad. De sajnos ez nem sikerült, úgyhogy még kapusunk fogott egy óriásit a szögbet előtt, ma akkor is kiegyenlítettük, úgyhogy ilyen... Az egy momentumok volt, amit mondtál te is, az, amikor ott a blokkon is akartam, a 11-es féle, és ez, ezen kívül még játszott az a csatárjuk is, az a medvegy első félidőben is. Nem mondanám, hogy volt olyan helyzetük, hogy X-re le tudták volna hozni. Ez az utolsó szögletet mink is nem tudtuk levédekezni. Volt ott hiba előtte is, utána is, úgyhogy kár érte vagyunk. Hát éppen ezért mondom, mert a 3-0 az közelebb állt a meccs, ott az első félidő hajrájában egy perc alatt volt két zicser. Ott a Stepanovskynak, meg nem tudom még kinek, de... Úgyhogy valóban ezért mondom, hogy a Tomi említette, hogy nem akarunk már úgy játszani 0-1-nél, de hát szerintem itt lehetett volna még kockáztatni egy 20 percet, és aztán eljátszani azt a taktikát, amit mondott a Tomi. Ugye holnap jó, befejeztük ezzel ezt az elemzést, ez szerintem egy elvesztett két pont volt, nem szerzett egy pont. De viszont azért elég jól látok a tabellán, még így is. És úgyhogy lesz egy rangadó, mert a kupa nap, holnap, hát egyértelműen, hogy ez a forduló rangadója. Más jellege lesz, mint egy bajnokinak? Vagy ugyanúgy játszanátok, mint egy bajnokin a Kassa ellen? Na jó, a stadion szép, új, úgyhogy ebből a szempontból szeretünk ide jönni, meg szeretünk itt focizni, szerintem mindegyikünk, mert itt azért
kicsit más, meg focistának érzed magad. Az, hogy más jellegűje, az edzőkön is múlik, hogy felállítás is, hogy rájönnek a kupáról, vagy ugyanúgy a kezdővel játszunk, vagy a bajnokságban. De amúgy szerintem jó stadion, jó pálya, két jó csapat, ha úgy vesszük, szerintem jó meccset nézünk elég. Tomi, már megvan a kezdő csapat egyébként, vagy csak holnap árulja el a Miki? Hát kimondva nincs, de így sejtjük így edzések alapján, ugye, ahogy edzünk. Hát meglátjuk, hogy azonos-e lesz a mai edzése. Azonos. De általában azonos szokott lenni, igen. Hát igen, akkor nem áruljuk el, mert lehet, hogy a pacsindáik nézik a Frankó TV-t. Régi cimborám, nyilván magyar tulajdonosa tehát a kassának, úgyhogy nyilván figyelik, tehát ilyen szempontból nem árulom el, hogy a Szőcs meg a Német Tomi kezdő lesz, ezt csak úgy mondom magunk között. Te lehet, hogy mások kapnak szerepet, akik a bajnokikon nem. Laci, mennyi van ebben a csapatban még szerinted, hogyha ilyen hibákat elkerül, akkor első háromba odaférhet? Még kora ide. Szerintem mindenképp. Ezek is olyan gyerekes hibák voltak, amiket elkerülhettünk volna. Csináltam én is hibát, mások is hibáztak. De ilyen a foci sajnos, úgyhogy ezt, ha ki tudnánk javítani, akkor szerintem már pár ponttal vezetnénk is a bajnokságot simán. Egyébként, Tomi, ha megkérdezek ilyen vicces dolgot, kettőt is, hogy máshogy alszol el, amíg te ilyen vagány, nyugodt srácnak tűnsz, igazi ilyen, hogy mondom, ilyen gruntfocista, ami már nagyítóval kell keresni. Ezek között, a fiatalok között, Laci az még a régi vágású gyerek, úgyhogy ő még a grundon nőtt föl valahol Diós-Patonyba, de te már lehet, hogy nem. Szóval máshogy alszol, amikor tudod, hogy kezdő vagy? Nem vagy ideges? Ha nem kezdő ember, akkor nehezen játszik. De jó, értem a kérdést. Hát szerintem már nem egymeccsesek vagyunk, szóval már ez a munkánk, ezért egész életünkben ezért egész dolgoztunk. Szóval örömnek kell lenni, hogyha kezdőben van. Ha pedig csere, az pedig ugyanúgy a foci része, szóval meg kell tanulni cserének is lenni néha. Néha rossz, ugye, de már jól fel kell fogni azt is, hogyha csere az a játékos. Ha Laci, neked nincs jó emléket Kassáról, nem? Azt hiszem, hogy ki is állítottak. Utolsó percben igen. Nem mondanám, hogy rossz emlék amúgy, mert megcsinálna még egyszer, vagyis megérte, el tudtuk hozni a pontot, úgyhogy abból a szituációban nem kaptunk gólt, amit úgy éreztem, hogy meg kell állítanom, az, hogy előtte a sárgát kár inkább, amit reklamálás volt. Hát így van, azt azért már rutinos. Megnéztem a videódat, láttam, hogy azt te is úgy gondoltad, de igaz is amúgy ilyenekből kell tanulni, úgyhogy ha az nincs, akkor csak sárga simán, és minden rendben van, de ilyen vagyok sajnos, úgyhogy azt... Hát nem sajnos, hát mindenki valamilyen, tehát tanulni, ha tudod, hogy kell belőle tanulni, akkor biztos, hogy fogsz tanulni, mert 34 évesen is, vagy 33 lehet tanulni. Csak akkor holnap is meghúzod a vészféket, ha úgy lesz. Ha azon múlik a továbbjutás. Biztos, hogy. Szerintem a középpályásoknak kéne hamarabb. Tudom, hogy voltatok a Párkányi vásárba. Kérdezem én, hogy Tomi, mit vettél, mert ha javaslom, hogyha a Lacival mész egy szobába, akkor vegyél magadnak füldugót, mert állítólag nagyon horkol. Vagy ez nem igaz? Voltam már a szobán, mert én nekem újat mondasz most. Ne, csak viccelek. Jó. A Párkányi vásárba sajnos egyedül voltam, vagyis hogy egyedül mentem, és ugye ott voltak a Tóth Gabiék, a Kornélék. De a DSZ-i vásárból voltunk együtt kint. A Kristóf is ott volt, a Domonkos. Igen. Szóval ott voltunk együtt kint. Igen, lehet azt mondani, hogy a Laci ilyen nagybácsi féle melletted, lehet azt mondani? Áj! Vagy ilyen bátyos. Rutinos róka. Együtt járunk minden nap, sokat vagyunk együtt, úgyhogy edzésen is, szobán is. Azt már nem mondom, hogy tanítsajozni, mert a Laci már apuka, úgyhogy ez...
Nem kell, nem Meg nem kell téged. Jó, focizni se. Focizni se, oké. Hát akkor kívánom azt, hogy ez a laza beszélgetés folytatódjon holnap a pályán is. És legyetek ott is ilyen lazák és magányak. És hát legyen meglepetés. Nem tudom, hogy mi az. Meglepetés mennyire? Mert utóbbi is három meccsünk kassával, azon nem vesztettünk, szóval kinek meglepetés? Egy gullul. Hát ott van egy-egy, vagy mennyire jó. Hát figyelj, én azt várom tőletek, hogy X lesz a meccs. És hát lepjetek meg, és nyerjetek meg. Én X-et várok, nekem meglepetés lesz, ha nyerünk. Én X-et várok, akkor lehet, hogy meg is tippelem, amúgy is X-eket szoktam tippelni, de ezt ne is, ne is halljátok meg. Ez csak a laza vicces dolog. Mennyire jöttek be a tippek? Hát a Komárom az általában bejön idegenbe. X2-vel. De még aztán meggyanúsítanak minket. Úgyhogy ezt csak olyan lazán mondtam, de hát legyen az, hogy jussunk tovább, és hát kerüljétek el ezeket az utolsó percekben csak gólokat lőjetek is. Mondjuk találjatok ki egy új szabadrúgás variációt, amivel még a Radványt is meglepitek, mert ebben mester. Jó. Ő se tud, még olyat találjatok ki, és legyen belőle gól. Há, olyan már nincs. Nem lehet kitalálni. A Miki ebbe mester. Jó. Hát Szőcs Lászlót és Németh Tamást hallottátok. Remélem nem baj, letegezem itt a nézőket, a többség fiatal. És holnap akkor megpróbálom leközvetíteni úgy a meccset, hogy mind a két fél időt, ha lesz rá a lehetőség. A rekord gombot majd ne felejtsd el benyomni. Így van, így van. Köszönjük szépen. Szőcs Lacit és Németh Tomit hallottátok Kassáról. Hajrá KFC holnap! Elfogult hajrá. Vagyok, nem a Kassának drukkolok. Köszi. Sziasztok. Hello, hello.